Van Na jó. ilyen is. Igen. A történet neve az, hogy én versus Tomi. Majd ki lesz írva, ízi, hogy mi is annak a neve, azt kimondani. Benny. Oké. Na, azt mondja... Na, most már nem lesz kacsás hápogás. Na, úgy kezdődik a történet, hogy egy revízió... Na jó. Gyere, Tomi, hát egy másik szobába faszom, hát ebbe. Jó van. Na. Na, hívva jó. Na. Na. Itt is bejönne. Akkor izé, privátba hívlak, és ott beszélj, ne. Na. Akkor ott kezdődik a történet, hogy a... hogy én egy revízióban vagyok, és füles kaptam valakitől, hogy valaki nem fizeti ki az izét, a cségó ládákat, meg tartozik kurva sok providente, meg vassal. Az nem más, mint a Benny. Ez úgy mondta, úgy gondoltam, hogy ellátogatok hozzá izé a tankfolyami utcára. Aztán úgy is volt, Benny kocsét át a tankfolyami utcán, izé, épp az volt az iskolában, azt, hogy Tibor baszogatta, izé, mutogatta neki a segít, Benny kérkezt nem tetszett, azt izé állombaszta a Tibort. Aztán izé után mosogott, mint aki jól végezte a dolgát, kapott, ott volt a kezében egy 50.000 forintos OTP számla, elmosolygott, mondta, hát mi a fasztak, és eldobta. Itt van Benny. Benny. Na, ha abba hagyta ezt a kacsás hápogást, akkor... Abba hagyta. Csak majd mondja, hogy épp hátsúgta a Tibit, azt mondja. Várja. Tudom a Tibit. Na, így. Na. Hát ugye Tibit azt hátsó rúgtam egyébként. De hátsó, hátba rúgtam, na mindegy. Aztán meg így... Hátsó, ja. Aztán megjelentem én, és köszöntem a megyek. Nem olyan benne, nem tartozott aminek valamivel. Aztán meg így elteleportáltam egy izét. A hullák közé, ami ott járt az OTP-ban. Ott jártak, akik nem fizették be a tartozást. Benike meg így el volt keseredve azt, hogy hol jutottam én ide. Na, ja. Na mindegy. Aztán sétált tovább, látta a holttesteket, én meg ott közben figyeltem. Azt izé. Megjelentem én, meglátott engem, örültek. Mondta szavaz Marci, hogy nem láttalak. Figyeljenek van a World of Tanks. Azt izé. Eltel mondom neki. De figyelj már, Benny, te tartozol kurva sok vassal, meg izé. A cségó ládáknak, a Tominak, meg izé. Úgy hallottam, hogy a forestben leaddoltad a pisztolyt, amit még nem kellett volna megtalálni. Ami nem is igaz. Ha mégis. Hát, na, csak nem. Na mindegy. Azt visszatértünk. Aztán meg elteleportáltam az égő szigetre, ahol a Stalin és a Hitler közös táborába elvittem a Bennyt. Aztán meg izé, ott figyeltem, belikkel meg kétségbe volt esve, hogy most mi az anyját csináljon. Nem tud izé World of Tanks-el játszani. Na mindegy, tovább ment. Én meg elkezdtem kergetni. Azt elindult egy izé, egy bosznia izenés. Akkor Bennike felfigyelt, látta, hogy én kergetem, amiért izé, nem akkor, nem, amiért el vissza akarom kliérálni a cségó itemeket. Meg azt a kurva sok vasat. Na mindegy. Aztán meg az lesz... Az a vasokat be... Várjál, az a... Amivel tartozol az izé, az a Saruman Jackben a Tominak az 500 millió kiló vasa, amivel Benny tartozik. Na mindegy. Na ja. De miért tartoznék annyival, amikor befizettem? Hát izé, a kamat. Mert izé 5 éven át tartott neked, hogy izé visszafizetsz, de utána még jött egy provident tartozás is saját. Na mindegy. Aztán meg izé, Benny valahogy elmenekült, ilyet mondok neki. A szállat nem fogsz te tőlem elmenekülni. Mondta a Benny, dehogy nem. Aztán meg azt hitte a Benny, azt hallott egy ilyen zenét. Én meg látta, hogy én táncolok. A Benny meg nem tudta, mi van, nem tudta, hogy ez mire vége. Most ez ugye mire táncol. Na mindegy, Benny úgy volt fel, azt, hogy beszáll. Úgy sincs jobb dolga, már Tibor csekben utca. Aztán beszállt, én meg az izé, megfogtam az alkalmat, megfogtam a nyakát, és mondtam neki, na ide figyelj te Benny. Tudom, hogy te izé, te vagy az akkora izé Saruman Jackben, meg izé tartozol mindenkinek, meg nekem is tartozol, plusz izé 500 forinttal. Ne, hogy ne. Azt izé mondtam Benny, milyen 500 forinttal tartozol neked, ti gyöki? Hát amiben lóksz nekem 5 éven át, azonban meg fölment izé 25.000 forint izé kamatra. A Bennyknek nem tetszett, én megfogtam egy basszöget, azt így a fejébe vártam. A Bennyk az meghalt. Eközben váltunk a Tomira. A Szerbiában vagyunk, és ott van a gyerek, az a Peng. Ugye a Kemper gyerek, akit Tomika mindig is utált. Azt megjelent,
azt köszönöm neki. Szavazd meg, emlékszel rám? Mondta, hogy a picsában ne tegyek ki. Ezt izé mondta, mindig ott a fának ember. Azt izé tovább ment. Aztán megjelent Tomika. A várnál. Az ott volt előtte egy csavargó. Az fejbe baszt, azt elkezdte kergetni a penkeket. Azt ekközben megjelenek két. Mint Sonic, az ő a izé Szerbiába ellátogatta. Aztán meg izé. Tomika kergette ugye a pengelyeket. Igen. Azt ugye pedig megjelentem ugye előtte, az megállt egy helybe. Mert ugye Tomika leesett a szakadékba, mert nem bírta alatta a tégla, mert ugye úgy kipadította magát az edzőterembe, hogy nem bírta izé a tégla alatt a súlyt. Na mindegy. Ez fölment, az izé összetalálkozott velem. Mondta Tomika, hogy mi a faszom vagy te? Hát az vagyok, aki izé tartozol nekem izé kurva sok arancsa. Ezért Tomika elkezdem tesztet, izé pofán vágott, én meg elkezdtünk verekedni, minden. Az a pengerek meg folyton próbált elbujkálni. Bunyóztunk, meg mindent, tartottuk a tieboxot, mint amikor Benny mondja, hogy megkeres minket az agyom. Körülbelül, na. Aztán meg izé. Mentünk tovább. Verekedtünk, aztán izé. Találta az a pengerek egy aranygyűrűt. Ami azt tudta, hogy teleportált. Mert ugye Tomika nem szerette az izét az aranyat, és ő allergiás volt rá. Utána pedig találkoztunk izé. Vagy találkoztunk a faszomat. Ugye folytattuk ugye a verekedést, nem tudtuk eltölteni azt, hogy most kifizesse be kinek a tartozást. Azt izé megjelent a izé, még egy cappet. Csak most ezúttal izé elteleportált minket egy revízióba, és így eljutottunk egy másik várhoz. Összeverekedtünk, azt izé nekem föltűnt az, hogy van föltem az aranygyűrűn, amivel tudunk teleportálni. Mondom, hogy elviszem az én világomba, azt Móresre tanítom. Úgy is lett, amikor volt olyan hülye, hogy beleugrott abba a gyűrűbe, az ott voltunk az égő szigeteken, ahol Benike meghalt. Na, meghaltam, ne? Várjál. Még nem tudom. De miért haltam meg? Volt le előtt? De úgy, hogy izé, nem fizetted ki a tartozást, én meg megfogtam a nyakadat, azt izé a fejedbe dobtam, basztam egy szöget. Azt belehaltál. Nem bírta elő a vérkeringésed a izét a vasat. Na mindegy. Aztán Tomika körülnézett, mondta, hát hol a faszban vagyok? Látta Benynek a holttestét, én meg közben jót rögtem rajta. Kösz! Nem, az a... De közben jót rögtem rajta, azt izé. Visszanézett Tomika, meglátta, hogy nem vagyok a sem. Mondta, hát ez hova ti? Mindegy, előjöttem, elkezdtünk verekedni. Ugyebár izé, hogy az én világomban sokkal erősebb voltam, tudtam teleportálni, de Tomika úgy földhöz baszott egy billentyű, az izé, én meg összeroskattam, mint a magyar forint izé az árfolyamokon. Aztán meg izé, összeverekedtünk még egyszer. Egyszer csak azt veszem észre, hogy izé, kigáncsolom a Tomit, na mondom neki, na most véged van, te csavarkú. Aztán azt veszük észre, hogy a Bedi újraéled egy glitch által. Mondom, mi a fasz? Mindketten néztünk akkora szemekkel, mikor te kapsz egy izét, egy World of Tanks-et. Meg csorog rá nyárat. De. Na mindegy, aztán meg Benny izé elkezd, folytatta a táncot, amit nem hagyott abba. Én meg úgy néztem, hogy hát hogy a picsába éltetünk. Na mindegy, mentünk, aztán meg izé elkezdett felénk rolni a Benny. Na így mondta, kurva anyádat, visszatértem. Én meg elkezdtem futni, mint aki izé. Mennie kell gyorsan a WC-re. Tomikát elkapta, engem is elkapott, aztán meg az történt, hogy izé, hogy minden visszaállt arra, amikor mielőtt végeztem volna a Bennyvel. Én nem tudtam, mi történt, Tomika se tudta, de viszont Tomikonál megjelent egy aranygyűrű. És így ért véget az első fejezet. Mert ugye három fejezetből fog állni. Na, a második fejezet. Az arról szól, úgy kezdődik, hogy Stone a pornósztárról folytatjuk. Ugyebár neki nem tetszett az, hogy izé, hogy mindig baszogatom a íze a pornós játéka, meg ő nem mondta, hogy fizessek elő Patreon. Mondtam neki, na elegem van Stone, töltsd a cségót meg a Patreon. Azt nem tetszett neki, azt elkezdtem kérdezni. Miközben a vastelepen volt. Tomikának a bázis a környékén volt. Mondta Stone, de nem a Tomikának a bázisa ez? Na mindegy, úgy volt tovább, mert azt találkoztam vele. Mondtam neki. Azt mondtam neki, jó látni engemet? Így mondja, kurva anyád. Aztán meg izé fogta,
elkezdtem kergetni, dulakodni. Azt ugye én teleportáltam. Megúttam, azt ezért leszakítottam a faszát, hogy mondom, na most már hagyd abba. Azért elsírta magát. Nem tetszett neki, hogy ezért leszakítottam a faszát, hogy kezér. Azt ezért elmenekült, vagy hogy a picsába, azt nem tudom. Aztán ezért sarokba szorítottam, azt volt alatt egy nagy fémkapu, ami csak Tommy tudott volna kinyitni. Hát ugye az nem jött össze neki. Tomika, szóval meg csak izé kétségbe volt esve, mint amikor izé csökken a skinnek az árfolyam a Steam piacon, hogy mi lesz a féke. Na mindegy. Aztán megváltunk megint Tomikára. Pontosabban Pengyerekre, aki izé a Hero Might and Magic Dungeonben van, sétálgat a Bocskai utcán, oda tart akkor, meg találkozik az Alkész gyerekkel. Egy ilyen nagy bányás isak volt rajta. Meg kereste az izét a Minecraftos gyémántokat. Mondta, hogy ezzel csak kielégít valaki. Patreon, na mindegy. Aztán meg előjön a Tomika. Na mondta, na most mind a ketten végetek, amit izé folyton felrobbantották ott a T-34-eset, meg a Panzer-33-at. Azt elkezdtek kergetőzni. Aztán meg fölmentek egy izé, elmentek a buzi Pride felvonulásra. Minden rózsaszín volt. Ajaj. Az már veszélyes. Na mindegy. Aztán meg azt veszik észre, hogy izé. Hogy semmi, olyan, mint egy átlagos izé pályán volnának. Előre mentek, de kiderült, hogy az alkert gyerek nem tudott nagyon ugrani, mert izé el volt törve a lába, mert izé Tomika folyton kikáncsolta. Na. Aztán az a Pengyerek fősegítette. Aztán meg kiderült, hogy még nem tudott még akkorát se ugrani. Peng megunta, azt segbe rúgta azt. Ez jó, ez tényleg. Azt Peng megunta, segbe rúgta azt a gyereket, azt fölrepült a világűrbe. Az meg csak nézett nagy kerek szemekkel, mint amikor beszkemmelték GTA 5-be. Na nekem, ja. Stanyult. Na aztán meg De amúgy az nem tudom, hogy megjelenik majd PC-re, akkor majd lehet, hogy kipróbálom. Hát a 6 az megfog egy év után, mikor megjelenik rendes gémben, na mindegy. Na. Aztán előjön a Tomika, a föld alól. Úgy ment ki, mint aki kiszabadult volna a sírgödörből. Fekete lett az égtőle. A Pride-osok meg hazamentek inkább, mert mondták, hogy de itt nem szabad maradni. Hát ez veszélyes, ezt cenzúrázni kell. Igen, mert te tudod, hogy te már BM jött a körforgás. Hát veszélyes, azért nem vagyok ott én sem. Még jól is járok, hogyha nem vagyok ott. Na mindegy. Aztán meg megjelenik Tomika. Na mondta. Na most végig. Aztán meg Pengyek megállt, viszont rájött ugye a szarás, ugye nem volt mi, vagy kitörő a seggét, azt hát mondta, hogy most mit csináljon. Mindegy, aztán megelbögött a Tomika. Ránézett, összenéztek, mint amikor várják a télapot december 6-án, hogy hon van a Mikulás csomag. Na mindegy. Aztán összenéztek, mondta a Tomika, mondta szerbül azt, hogy szabad bad meg. Aztán a Pengyerek megijedt, azt elfutott Tomika, meg elkezdte kergetni, jó mérgesen. Uh-huh. Ugyebár nála volt a T-34-esek az összetevője, ugye a tekercse, amit ugye a Kung Fu Pandából lopott. Na mindegy. Utána pedig az a gyerek, akit felrepült a világűrbe, beverte a fejét egy fába. Az ott beragadt a feje. Nem tetszett neki, azt így elkezdett mérgeskedni. Aztán ugye küldözi a Tomika, segbe rúgja azt a pengőveket, azt összeesik, mint a magyar forint a pengőve. Hát akkor ott nem sokáig maradt életben. Várj-e? Hogy vesszük? Várj-e, mert folytatódik. Hát jó, hogy már. De várj, ez még mennyi lesz még hosszú? Hát ugye mindjárt vége a másik fejezetnek. Na jó. Nem tervezem el sokat. Na várj-e. Utána pedig elrepült, aztán meg találta az alkezd gyerek egy nagy műfaszt. Aztán meg megnövelt, azt elkezdte a Tomnak a fejét verni fel. Tomika meg jó mérgeste, azt olyat kiabált, hogy megrezzent az egész föld. Azt meg eldobta azt a nagy műfaszt, azt tovább futottak. Aztán meg Tomika megállt, és a fejére esett az a műfaszt. Azt még jobban mérges, azt elkezdte kertetni. Aztán meg hozzábaszta azt az aranygyűrűt.
annak meg volt egy olyan képesség, hogy teleportálás. Ugyebár ugye a tükör nem bírta el az izét a vasat, azt inkább ilyen gumival kenték be azt a tükör. Az visszapattant a izé pengyelekre, és az meg a Tomira esett. A meg elteleportálta az izé a vastelepre. Utána váltunk ugye a vastelepre, ahol én vagyok, aztán izé. Egyszer csak ráesik a izé, a stone-ra izé, a vas izé, vastömbre. Ráesik. Aztán meg izé, ott volt ugye a Tomika, hogy nem, én akartam volna vele végezni. Azt izé ráesett, Tomika elengedte, azt izé meg elkezdtem neki a cigányul káronkodni, hogy kurva anyát, szétbaszom a fejét. Nem, ezzel boldogan vették a hírt. Ez izé, a Stone ugye elmenekült, utána pedig ugye elkezdtem cigányul káronkodni a Tominak. Tomika meg csak tézett nagy kerek szemek, hogy ez meg mi az anyámról beszél. Mert ugye ő nem, ugye magyarul meg szerbül tudott, cigányunk meg te. Ja, hát igen. Ugye elég nehéz. Na mindegy, ugye, és akkor pedig Tomit megmondtam azt, hogy neki mentem a Tominak. Mint amikor ugye chipset, vagy tagadják neki egy chipset zacskónak. Aztán hát, meg... Igen. Aztán berekedtünk, ülalkottunk, izé, Stone ment izé összeroskadva. Ez összeesett, mint a magyar font és a gazdaság. Tomika, a vaslopó, az olá, megjelent. Megjelent Tomika, dagadt professzor. Azt izé elvitte a Stone-t a katonai német izé hadiszállásra, és izé Honvéd kórházba került. Azt izé felépült, ezek a két, én meg berekedtem a Tomival, továbbra is, ezek meg csak élvezték, mondták, hogy na most ezeket véget vettünk. Elindultak a Stone meg a Tomika, hogy engem agyon verjenek meg a másik Tomit. Ez igen. Aztán így egybeegyeztünk, hogy a Tomika bebújt egy nagy vasruhába, mert ugye bár hogy a dagadt testre nem bírta volna el a sima harca. Na mindegy, összeverekedtünk, azt izé. Én megúrtam a Stone-t, meg izé fejébe basztom azt a vasból, tehát meg a két szöget a szemek közé, az meghalt. Ezért Tomika meg ezért összeesett a ruhája, mint a magyar forint. Fölrobbant, Tomika meg elmenekült. Én meg összefogtam a Tomba, hogy együtt milyen jó csapatot tartottunk. És így ért véget a második fejezet. És a harmadik fejezet következik az utolsó. Mikor lesz ennek vége, hát? Most jön a harmadik fejezet. Az úgy kezdődik, hogy... Így van. hogy én és a Tomika, a Tomikák a vasbázisán vagyunk. Én, Aku, a sötétség alatt meg a fűnyíró. Így van. Na, ugye Tomika vasbázisán vagyunk, ugyebár Tomika elmenekült, a jetpackjében, amit eldugott, feldugott a seggébe, hogy hogy csinálta, azt ne kérdezzétek, majd Tomikát kell számon kérni. Na, aztán meg izé, én és a, ugye, Tomika a bázisában megközelítettük Tomikát. Úgy csináltuk, hogy mi a szellőzőn mentünk. Én lazán fölmentem, Tomika meg épp, hogy alig fér be. Aztán meg mentünk tovább, én meg simán fölmásztam a létrán, Tomika pedig izé alig bírt mozdulni, egyszer csak rám nézett, így mondja, na bazd meg, hát ezzel hogy jutok föl? Na mindegy, váltottunk, elkezdtünk egy ilyen lifthez. Volt kettő, ott ugye várni kellett, hogy mikor esett le a lift, mint a izé, az árfolyam. Mint a Steam-en a izé az ára. Aztán izé, Tomika épp, hogy rálépett, az izé beszalt a ventil, az izé az, a lift. Tomika meg olyan mérges lett, hogy na bassza. Tomika jó mérges lett, hogy izé, hogy nem tudott leesni. Kiabált, kurva anyázott. Aztán meg izé, eljutottunk egy ilyen dugattyúhoz, ott is ugye várni kellett. Ugye Tomika rálépett, az egyik dugattyúnak már annyi, nem tudott fölmenni. Tönkre ment. Na mindegy, aztán meg izé bevelte a fél, olyan vörös volt a fél, mint egy izé 40 éves lengyel kályhának. Azt ugyebár izé mérges volt, eljutottunk egy izé nagy terembe. Ahogy volt egy nagy műfasz, ami lebegett jobbra-balra, én kikerültem, Tomikát fejbebaszta, mérges volt, még egyszer fejbebaszta, azt izé leszakította, azt földobta izé a vastelepre. Na? Aztán meg izé leszakadta az egész platform. Azt izé, én is estem, de mondom, mi a fasz? Mondom, bassza meg! Azt izé estünk lefelé, mint a izé. A Gyurcsány idejébe a gazdaság. Aztán meg izé. Leestünk egy csatornába.
A Tomika fejére rásett ez az aranygyűrű, rám meg az a nagy műfasz, azt izé, Tomika meg csak tízet hőzni. Tovább mentünk, azt izé, sétáltunk. Azt egyszer csak egy nagy lépcsőre találtunk magunkat. Egymásra néztük, hogy most akkor ki megy le először. Néztük egymást 10 percig, másodpercig, azt izé. Tomika vagy fut, lelökött a lépcsőn. Én meg beütöttem be a fejemet, meg mindent, azt mondtam neki onnan lehet, hogy a kúva anya. Hát, nem tetszett neki, nem tudtam mire vélni. Aztán meg megállt egy pillanatra, megálltam én. Tomi, nekem jött, mondtam neki cigányul. Nyugodj már le, bazd! Na mindegy, aztán meg fölmentünk egy liftam, csoda, hogy elbírta a Tomit. Vagy a bász a nagy izét kigyúrt testét. Aztán meg izé, váltottunk a Tomikára. Ugyebár neki voltak a robotjai, meg ott voltak a izék, a spáros robotok, meg ott volt Alex az agysérű robot. Az úgy komoly. Ugyebár izé, neki meg Alex robot alatt voltak a spáros robotok, ők meg őt irányított. Azt izé mondták, hogy intézzétek ezt a két idiótát, aki betölt a bázisra. Alex elment megkeresni a izét, ezt a két idiótát, kapott mellé egy izét, egy Tibor nevezetű robotot. Na? Ugyebár lekopiszta azt, akit izé Benike agyonvert, aki izé megpróbált ja. meg erőszakon. Rásoztam a OTP-t is. Benike rásoztam az OTP számát, amit ugye a masszak tervezett, de mégis inkább neki adtam. Na mindegy. Aztán meg izé összeverekedtek, dulakodtak, azt a Tibor gyereket meg agyonvert. Aztán amikor elment ugye agyonverni a generátorokat, mert jó mérges volt. Én meg elkezdtem üldözni az Alex robotomat. Azt hiszem, Alex meg izé sarokba volt szorítva. Ő látta, hogy izé nincs esély ellenem. Elkezdett izét ilyen lézert generálni. Mondom, hogy na hát ebből mi lesz. Aztán meg izé, egyszer csak azt veszem, hogy egy másodperc alatt eltűnt. Mondom neki, kurva anyádat, gyere vissza. Azt elment, azt izé elment egy lifthez. Azt én meg sunyultam mögötte, meg nem tudtam mire vélni, hogy nem nyílik a lift. Ugyebár izé, amikor megbubált az a generátor. Az igen. Aztán meg izé. Tomika találkozott a másik Tomikával, mondta azt, hogy szövetséget kössenek. És az lesz neki az ajándék, hogy izé megkapja azt az aranyét, mert vissza tud menni Szerbiába, bosszú után ez a két buzi. Ajjaj. Azt izé beleegyezett, aztán meg találkoztak vele. Én megörültem neki, hogy visszatért ugye a Tomika. Azt izé elkezdett velem bunyózni. Mondom, jó fasz. Aztán meg izé elkezdett, én meg kezdem, mert mit csinálsz? Így mondja nekem a Tomika, hát tudod, nekem el kellett árulni téged, hogy vissza tudjak menni az eredeti élő lakhelyemre. Azt így mondja, na bazd meg. Azt izé dolgoztunk, azt izé Tomika pedig épített egy önmegsemmisítő portát, ami nekem szánt, hogy engem elintézzen. Aztán félig pedig sikerült neki, de én izé ilyen csápokat neveztettem, mint amikor te szoktál izé a szvatosok el. Na mindegy, olyan csápokat intéztem, aztán izé megfogták a Tomit, azt húzták, de viszont amikor megvédte. Elkezdett minket kergetni, az bevonzott engem abba izé az önmegsemmisítőbe. Ajaj. Mondom, jó fasz, azt izé rá bekapcsolták, mondom, bassza meg, azt izé meg elpusztultam. Legalábbis azt hitték. Aztán meg izé az történt, hogy Benike újraélett. Ez az! Meg izé a Stone is, aztán meg izé váltottunk rám, és Tomika visszatértett az eredeti világába. És akkor jöttek a kulisztatikok. Na. Ajaj. Benike megnyerte az 7 millió forintos izé OTP bizonyidatot, izé most már gazdag. Tomika meg megkapta az 500 millió kiló vasat, amivel Benny adott neki. Tomer megvert azt a pornós játékot. Én pedig izé fölé lettem. Mert nem tetszett nekem, hogy izé ilyen könnyen elintéztek. Azt a Tibor gyerek meg izé megkapta azt a szájba. Benike meg még egyszer álombaszt, hogy izé, hogy ne kunyeráljon többet. Hát, igen. Azt muszájba tett a gyem. És akkor itt volna a vége. Ennyi. És iratkozzanak föl, és ne felejtsék megnyomni a harangot, meg lájkolni a videót. És izé Benit kapják be. Jaj, nekem. És akkor Benit te fogsz tudni tartani a VIP-t. Hogy nem, mert izé fizetem a VIP-jegyet, mi? Na ez most direkt felment a